Jó napot kívánok, dr. Molnár Tamás Géz vagyok, a Szegedi Tudományi Egyetem Mérnöki Karának főiskolai docense. Eladásom címe: tápanyagpótlás gépesítése. Tápanyagpótlás gépesítése. Feladata a talaj termőképességének érdekében növények által felvett anyagok pótlása. Beszéltünk közvetlen, illetve közvetlen trágyafélékről, a származásuk alapján pedig szerves, illetve szervetlen alapanyagú trágyafélékről. Ez alapján a trágya kiszórásra alkalmas gépek lehetnek szerves teherszórók, műtrágyaszórók, illetve folyadéktrágyázó gépek. Szerves teherszórókat tudjuk csoportosítani, vontatott szerves trágyaszórók, tehergépkocsira szerelt kivitelek, munkaminőség szerint széles sávban, keskeny sávban szóró szerkezetek, illetve szóró szerkezet elhelyezkedése szerint lehetnek fekvődobos vagy vízszintes, állódobos, illetve hátrafelé vagy oldalra szóró típusok. Az ábrán egy vízszintes dobellendezésű szervesre szórót látunk, az alsó ábrán pedig függőleges dobellendezésű középen, és jobb oldal pedig egy alternáló mozgású függőleges dobellendezésű szervesre szórót látunk működés közben fő részekkel föltüntetve. Az adott ábrán egy szervestel szórót látunk, méghozzá röpítő tárcsás szóró szerkezettel. Ennek a hasznos raktérfogata 22,18 tonna. A különlegessége az, hogy röpítő tárcsával szórjuk ki a szerves tárgyát az adott területre. Vízszintes dobos hátrafele szóró gépet látunk az ábrán, a kiszórt mennyiséget a kihordó lánc sebességével, illetve haladássebességet tudjuk módosítani. Az alsó ábrán pedig egy oldalra szóró, szervesre szórót látunk működés közben, illetve a szórás képét mutatja a legalsó ábra. Műtrágyaszóró gépek szerkezeti fölépítése működési elve alapján el lehet mondani, hogy tartalmaz tartályt, vászszerkezetet, boltozódásgátló szerkezeteket, adagoló szerkezetet. A szóró szerkezet típusai viszont lehetnek röpítőtársás, lengőcsöves, csigás kivitel, ezeket mechanikusnak hívom, illetve lehetnek pneumatikus kivitelek, ami osztott és központi adagolású megoldások lehetnek. Mechanikus műtrágyaszórók. Az ábrán lehet látni egy függesztett műtrágyaszórót, egy tárcsás, röpítőtárcsás szórószerkezettel, a jobb oldali ábrán pedig egy vontatott kivitelt, ahol két darab röpítőtárcsa egymással szemben forog, és a műtrágyát megfelelő mértékben adagolja ki. A bal oldali ábrán lehet látni egy boltozódás gátlót, mivel a műtrágya a levegő nedvesség tartalmát fölvéve boltozódni tud, ezt meg kell akadályozni. A következő mechanikus műtrágyaszórók között a lengőcsöves szórószerkezetű típust látjuk, ami főleg kisebb gazdaságokban, kertészetekben, szőlészetekben alkalmazott megoldások közé tartozik. Mechanikus műtrágyaszórókon belül az alábbi ábrán egy csigás szórószerkezetet látunk. A működési elve középről szélre a csigavonal mentén történik a granulátumnak a kiadagolása, talaj felszínre vagy csővezetéken keresztül. A mechanikus műtrágyaszórókon belül az alábbi ábrán egy vontatott röpítő tárcsás műtrágyaszóró kocsi látszik. A granulátumnak az adagolása a gumihevederes kihordószalag segítségével történik. A hátulján elhelyezett hármas adagoló berendezés segítségével tudom változtatni a résmagasságot, ezáltal a kiadagolt műtrágya granulátum mennyiségét is. Az alábbi ábrán lehet látni egy röpítőtárcsás műtrágyaszóró feltöltését Big Bag zsákba, illetve a jobb oldali ábrán a kiszórási normának a beállítását. Az alábbi ábrán egy függesztett röpítőtárcsás műtrágyaszórót látunk két rotoros kivitelbe, ahol a rotoroknak a kerületi sebessége elérheti akár a 15 és 20 méter per szekundumot. A kiadagolt mennyiség a garaton keresztüli ráfolyt mennyiség segítségével tudom szabályozni.
A műtrahely szórógépek üzemeltetése során a termés specifikus kiütetés előnyeit szeretném bemutatni. Termés eredmény akár 15%-a is javulhat, a termény minősége is javulhat, differenciált tápanyag kiutatás lehetséges. Ezáltal a műtrágya felhasználás csökkenthető. Műtrágyaszóró gépeken belül találunk még központi pneumatikus műtrágyaszórót, mely az alábbi rajz alapján értelmezhető. Felépítések közül tartály, adagoló szerkezet, ventilátor, légvezetékek, szórócsövek, illetve ütközőlapos szórófejek találhatóak meg. Hígtrágya és trágyadék kiutatására alkalmas megoldásokat látunk az alábbi ábrán. Elosztólapos, elosztócsöves röpítőtárcsás kivitelekbe egy kompresszoros tartálykocsival alkalmazva, illetve hígtrágya kiuttatásra alkalmas injektáló berendezés vázlatos rajzát látjuk, tartály, ürítőcsonk, flexibilis tápvezeték, elosztórendszer, műanyagtömlő és kultivátor szerszámok esetében. Műtrágyaszóró gépek üzemeltetése során repülőgépes kiuttatásról is tudunk beszélni. Az alábbi ábrán lehet látni egy merevszárnyú repülőgép műtrágyaszóró adapterét és a technológiai kiuttatásának lehetőségeit. Felépítése, műtrágya tartály, töltőnyílás, szélmotor, keverőszerkezet, adagolóberendezés, nyitó-zárószerkezet és szórócsatorna. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!